A kocsiba Katalin szép végszavára folytatjuk egy szocialistával. Burány Sándor a vendégünk, jó reggelt kívánok! Csúnyán kosarat kaptak az LMP-től, nem csak most ma reggel Csiba Katalintól, de tegnap Siffer András még sarkosabban fogalmazott, erre nem számítottak? Nem tudom, hogy az LMP-től mire lehet mostanában számítani. Ennél nagyvonalúbb ajánlatot a legnagyobb ellenzéki párt nem tehet senkinek. Ugye a mi ajánlatunk az volt, hogy támogatjuk az ő jelöltjüket, anélkül, hogy szövetséget kötnénk. Most ennél tényleg nem lehet már nagyvonalúbb ajánlatot tenni. Az LMP-nek persze ez nem tetszik, az az ő döntése, mi ezt tiszteletbe fogjuk tartani. Csak akkor az LMP-nek is tisztáznia kellene maga álláspontját, és azt mondani mondjuk a budapestieknek, hogy nem akar nyerni. Ő megelégszik azzal az 5%-kal, ami a parlamentben van, és az érte járó állami támogatással, megelégszik egy kis ellenzéki helyjel a fővárosban, és igazából csak azért áll egy főpolgármester jelöltet, hogy a választók szemében mondjuk kedvezőbb színben tűnjön fel, játszásiból csinálja, ezt hágában nincs nyerni. Ha az LMP valóban nyerni szeretne, akkor ezt az ajánlatot szerintem érdemben meg kéne fontolni. Ha persze játszásiból csinálják, akkor pedig az lenne a tisztességes, ha azt mondanák, hogy nem állítunk főpolgármester jelöltet, mert nem is akarunk nyerni. Hát Siffer András logikája annak alapján is, amit tegnap mondott ebben a tárgyban, az valami olyasmi lehet, nálam is járt reggel itt ebben a stúdióban, és akkor ugyan még ez a konkrét ajánlat nem volt publikus, de Molnár Zsolt már tett mindenféle célzásokat, és ezért beszéltünk erről a témáról, és akkor is kifejtette Siffer András, amit mindig, hogy nem lehet automatikusan összeadni ezeket a szavazótáborokat, az ő támogatóinak egy jó részük Budapesten is, mondjuk például a Fideszről, pártolt át az LMP-hez, nem szavazna feltétlenül egy ilyen bal színezetű, homályos besorolású tehát összefogásra. Tehát, mintha ők arra gondolnának, hogy ez az egész végső soron az ő kompromitálásukra jó lenne, de arra, hogy egyszerűen matematikailag össze lehessen adni, hogy LMP plusz MSZP plusz DK plusz együtt, stb. Arra nem. Ez a logikai alapjaiban hibás. Pont fordította a helyzet. Nem arra kérjük az LMP szavazóit, akik egyébként büszke és elkötelezett szavazók, hogy szavazzanak az MSZP jelöltjeire. Őket arra kérjük, hogy szavazzanak a saját jelöltjükre. Mi az MSZP szavazókat kérnénk egy ilyen szituációban arra, hogy szavazzanak szintén az LMP jelöltjére. Ami egyébként az MSZP szavazók esetében már többször előfordult, itt Budapesten többször is bebizonyították az MSZP szavazók, hogy képesek támogatni egy olyan jelöltet, akit egy MSZP-nél kisebb párt állít. Erre már volt példa korábban is, és ez győzelmes taktika volt. Nem kérjük az LMP szavazók támogatását, pont fordított a helyzet, a mi szavazóinkat kérnénk meg az LMP jelöltjének a támogatására. Ebben szerintem nincs semmi kompromittáló. Tényleg az a helyzet, hogy Siffer Andrásnak és pártjának el kell dönteni, akarnak-e nyerni Budapesten. Ha eleve nem akarnak nyerni, összesen annyi a céljuk, hogy bekerüljenek a közgyűlésbe, oké, mondják meg, és akkor nem kell főpolgármester jelöltet állítaniuk. Ha nyerni szeretnének, és meg szeretnék tényleg valósítani azt a programot, amit a választóknak ígérnek, hogy mondjuk zöldebbé, érhetőbbé tegyük Budapestet, akkor meg kéne fontolni az ajánlatot. De még egyszer mondom, mi tiszteletbe tartjuk a döntését, nem akarunk erőszakoskodni senkivel, ez legyen az ő döntésük. Egy dologban maradéktalanul egyetértek Siffer Andrással, hogy most az LP választás kerülés közepén nem biztos, hogy ezzel kell múlatni az időt, mert közben a Fidesz meg a kormány dolgozik, a Magyar Nemzeti Bank most éppen milliárdokat vesz ki közös kasszánkból, elég homályos és enyhén szóval nem támogatandó célokra, ezekkel a botrányokkal érdemesebb lenne foglalkozni. Magyar Nemzeti Bank kapcsán egyébként valóban térjünk rá, hiszen ott is van jó sok téma. Önök, és konkrétan ön is a sajtótájékoztatón, azt hiszem éppen tegnap a Növekedjenek a haverok programról beszélt, növekedési hitelprogram helyett, és hát én értem, hogy a bírálat alapvetően onnan indult, hogy megjelent a gazdasági sajtóban, és ezt számok is alátámasztják, hogy a kis és középvállalkozások nem veszik igénybe a várt mértékben a növekedési hitelprogramot, de miből vonták le azt a következtetést, hogy ez a haverok növekedését szolgálja? Most a Magyar Nemzeti Bank először is mostanában valami elképesztő pofátlansággal nyúl be a közös kasszánkba. Ezen... Ez persze egy másik program, hát, amiről most beszélt. Három... Van egyszer a növekedési hitelprogram, és vannak a hegedű vásárlások, ingatlan bevásárlások. Legalább három ilyen botrányos ügy van, de ha már a hitelprogramról beszélünk, akkor annak a kommunikációjára elköltött
költöttek, elköltenek 6 milliárd forintot. Ez kommunikációs célra egy Magyar Nemzeti Bank esetében példátlan összeg, arányaiban ennyit kommunikációs célokra egyetlen európai nagy bank sem költ. A Magyar Nemzeti Bank most úgy döntött, hogy 6 milliárdért neki áll kommunikálni, köszönjük, szóval ingyen is adhatnék nekik tanácsot, hogy mivel kéne helyet foglalkozni, inkább a forint erősítésével kéne neki foglalkozni. Oké, elköltik ezt a 6 milliárd forintot. Nézzük meg az eredményét. Az eredménye az, hogy nem fogy ez a hitel. Ennek pedig alapvetően két oka van. Az egyik az, hogy a magyar gazdaság állapota nem teszi lehetővé, hogy a magyar vállalkozások, főleg a kis vállalkozások most beruházásba gondolkodjanak, akármilyen kedvező ez a program. Kettő. A válság közben is mindig vannak nyertesek. Most is vannak nyertesek. Látjuk, hogy mondjuk a vízpályázat nyertesei között ott van Mészáros Lőrinc és egy csomó fideszes kötődésű cég. Magyarán azoknak a cégeknek most nehéz időkben is jól megy, akik a Fidesz környékén vannak. Ez a hitelprogram nekik van kitalálva. Ők fogják ezt felvenni, mert ők számíthatnak kormányzati és önkormányzati megrendelésekre, nekik kiszámítható a jövőjük, ellentétben a hazai kis vállalkozások zömével, ezért az igazi nyertesei ennek a programnak, akik egyáltalán fel fogják venni, azok Fidesz közeli vállalkozások. Ez elmélet, vagy önök már látják, és ennek kézzelfogható jeleit, vannak rá kimutatások és adatok, hogy valóban ez a kör elkezdte igénybe venni a növekedési hitelprogramot? Azt látjuk, hogy a közbeszerzési pályázaton kik nyernek. Egyelőre ezek az összefüggések világosak, már pedig a közbeszerzési pályázaton tarolnak a Fidesz közeli cégek, ezek elég világos hát összefüggések. Kiderült mondjuk a legfrissebb összesítésből, hogy legjobban a Strabag nevű óriás vállalat, osztrák tulajdonú óriás vállalat tarolt akkor is, amikor szocialista kormány volt Magyarországon. Ez az összesítés, amit ön említ, az azt hiszem 2006-ig vagy 2008-ig visszamegy. Nem, ez a 2013-as évre vonatkozó portfólió összesítés. Nézze, a Fidesznek van egy olyan gyakorlata is, amiben külön megegyezik multikkal. Mert általában persze a multik ellen beszél, de vannak cégek, akikkel külön alkut köt a kormány. Elképzelhető, hogy a Strabag ebbe befért. Az nem változtat azon az összképen, hogy a túlnyomó többségét Fidesz közeli cégek nyerik a pályázatoknak helyi önkormányzati szinten és kormányzati szinten egyaránt. És ezek szerint önök azt mondják, hogy a növekedési hitelprogram pedig a KKV-knak, azoknak, akik nincsenek privilegizált helyzetben, nem segít? Hát nem segít, mert ők nem számíthatnak ilyen búzsás megrendelésekre. A hazai vállalkozások abból indulhatnak ki, hogy milyen helyzetben van a piac Magyarországon, az pedig romokban hever. Tehát a belföldi kereslet nem élénkült még meg olyan mértékben, hogy a beruházásokat tervezhetnék a hazai kis vállalkozások. Ez a mostani gazdasági helyzet egy ilyen lebénul, ledermedt gazdaság állapotát mutatja, ez a kisvállalkozásoknak nem teszi lehetővé, hogy bármilyen kedvező hitelkonstrukcióba gondolkozzanak, hogy mi lesz 5 vagy 6 év múlva. Ennél sokkal kedvezőbb gazdasági klímára lenne szükség, és jóval erősebb forintra, mert a Magyar Nemzeti Bank miközben egy csomó olyan dologgal foglalkozik, elsősorban a pénz kivételével foglalkozik, amivel nem kellene, azzal, amivel kellene elsősorban foglalkozni, azzal meg nem foglalkozik. A forint erősítése lenne a Magyar Nemzeti Bank célja, már pedig hónapok óta több mint 300 forintot kell fizetni egy euróért, és több mint 250 forintot kell fizetni egy svájci frankért. Ez katasztrofális, ha így marad, a devizahiteleseket teljes mértékben padlóra teszi, és ezzel a kérdéssel abszolút nem hajlandó foglalkozni sem a kormány, sem a Nemzeti Bank. Szerintem eldöntötték, hogy igen, maradjon gyenge a forint, különböző megfontolásokból nem értem egyébként, hogy ezek milyen megfontolások lehetnek. A magyar exportnak a korábbi forint is elég jó volt, de hát a magyar export, ami egyébként valóban fontos, azért cserébe nem áldozhatják be a hazai cégeket, a hazai piacra termelő cégeket, már pedig most ez folyik. Egy gyenge forint, az meg fogja lökni előbb vagy utóbb az inflációt, az meg fog jelenni a benzin árában, köztünk szóval ott már most megjelenik, meg fog jelenni előbb-utóbb a rezsi árában, tehát mindenben meg fog jelenni egy gyenge forint, és ez a hazai cégeknek egyáltalán nem kedvez, nem is beszélve azokról a magyar vásárlókról, akik majd drágában fogják megvenni az import termékeket. Ha már vásárlásnál tartunk, akkor volt még egy bevásárlása most a napokban, sőt, ez még folyamatban van a Nemzeti Banknak, ez pedig a Zsiró ZRT bevásárlása. Ez a rendszer alapvetően az átutalásokat intézi Magyarországon, és önök tartottak ezzel kapcsolatban egy sajtótájékoztatót, ahol azonnal olyan kérdéseket tettek fel, hogy milyen megfélemlítésre készül a kormány, mivel akarják
akarják zsarolni a cégeket és az embereket. Miért lenne ez megfélemlítés és zsarolás? Magyar Nemzeti Banknak semmi köze az emberek átutalásaihoz. Semmi köze ahhoz, hogy a cégek egymás között milyen forgalmat bonyolítanak le, és milyen számlákról. Ez a vásárlás, ami egyébként szintén 10 milliárdba kerül közel, tehát egy másik olyan pénzköltés, ami tökéletesen fölösleges a mi pénzünkből, semmi másra nem jó, mint az, hogy a Magyar Nemzeti Bank, és rajta keresztül letévedjünk, a Fidesz belenézhessen minden átutalásunkban. Amikor valaki majd a rezsiszámláját be fogja fizetni, amikor egy cég egy vásárlás következtében egy másik cégnek fizetni fog, akkor ezeket az átutalásokat tételesen láthatja ezentúl közvetlenül a Magyar Nemzeti Bank. Egészen egyszerű, felháborító. A Fidesznek ezekhez az átutalásokhoz semmi köze. Semmi köze ahhoz, hogy Fidesznek tényleg semmi köze, de az nem igaz, hogy a Magyar Nemzeti Banknak semmi köze hozzá, hiszen van egy másik átutalási rendszer, ami az első pillanattól kezdve a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában működött, ez a valós idejű bruttó elszámolási rendszer, kettő ilyen volt, ez meg a zsíró, és a zsíróban is tulajdon része volt mindig is a Magyar Nemzeti Banknak, igaz, hogy a korábbi egybanki vezetések ezt a tulajdonrészt éppen hogy értékesíteni próbálták és szabadulni tőle. De az, hogy az MNB-nek ehhez ne lenne köze, az nem igaz, sőt vannak olyan országok Nyugat-Európában is, ahol a helyi állami jegybanknak köze van az ilyen átutalási rendszerekhez. Ez nem egy önmagában ördögtől vett abszurd gondolat, bár az igaz, hogy a gazdaság is, szaksajtó is keresi a megfejtést, hogy mi értelme van Magyarországon. Hát nézze, egyrészt Nyugat-Európában sehol nem tölti be a Nemzeti Bank elnökének funkcióját a kormányfő közvetlen haverja. Tehát ez Nyugat-Európában nem szokás. Kettő, Nyugat-Európában nem szokás, hogy a Magyar Nemzeti Bank, vagy egyáltalán az ottani jegybank a közös kasszából ilyen mértékben kölcsön milliárdokat bármilyen célra. Három, a Magyar Nemzeti Bank eddig közvetett módon láthatta ezeket az átutalásokat, és ahhoz van köze. Igen, látni kell a pénzforgalmi adatokból, a nagy egészben, hogy hogyan mozognak a pénzek Magyarországon. Ehhez joga van, és ez kell is a szakmai döntések meghozatalához. De az, hogy tételesen ki hova fizet, ahhoz szerintem semmi köze, ez a Magyar Nemzeti Bank tevékenységéhez nem kell. Ez a mostani vásárlás azt teszi lehetővé, hogy minden korábbi nehézkesebb átétel helyett közvetlenül megfigyelhessék, hogy Magyarországon milyen cég és ki hova utal pénzt. Ehhez a Fidesznek semmi köze, a Magyar Nemzeti Bank egyre inkább a Fidesz házi bankja, és nem pedig az ország jegybankja. És ezt a gyakorlatot kritizáljuk. A Magyar Nemzeti Banknak nem a Fidesz érdekét és információs igényét kéne kiszolgálnia, hanem ahogy az előbb is mondtam, a forint erősítésén kéne dolgoznia, azon viszont nem dolgozik. Felügyeleti joga egyébként eddig is lett volna az MNB-nek, tehát ha nem is ennyire egyszerűen és automatikusan, de beletekinthetett volna ezekbe az adatokba, hogyha fontos. Tevékenységével összefüggésben. De egyébként most közvetlenül is betekinthet, és pontosan ez a gyakorlat az, amit mi kifogásolunk. Egyébként megvannak Magyarországon azok a szervek, akik betekinthetnek az átutalásba, hogyha valakiről, valamilyen cégről felmerül a gyanú, hogy valamilyen illegális tevékenységet folytat. De ez nem a Magyar Nemzeti Bank dolga. Tehát önök azt mondják, hogy a Magyar Nemzeti Bank vissza fog élni önök szerint az adatkezelési jogosultságával, hiszen elvileg nem adhatna további ilyen információkat, nem hogy a Fidesznek, de senki másnak sem. És önök szerint itt ki fog épülni, vagy kiépült már egy ilyen egyfajta alternatív nemzetbiztonság, vagy a nemzetbiztonsághoz lesz ez becsatornázva? Tehát az én átutalásaimat megnézheti a Magyar Nemzeti Bank, és ezt az információt, ha ezt megteszi, akkor jogtalanul továbbítani fogja politikai csoportoknak, vagy pedig más szerveknek? Erős a gyanunk, hogy ez megtörténhet, és amíg Matolcsy György a Nemzeti Bank elnöke, és nem pedig egy független szakember, addig ez bármikor bekövetkezhet. Köszönöm, hogy elmondta a véleményét. Én is köszönöm szépen.